Premiere következik, megtanulunk jávában objektomorientált programot írni. ChatGPT segítségével. Először ugye nézzük, hogy Java és JavaScript összehasonlítása itt van, Java vagy a Java nyelv könnyebb. Itt vannak a különböző érvek, ellenérvek, meg lehet állítani a videót, el lehet olvasni. Nem hinném, hogy olyan nehéz lenne a kezdetben a jávához képest megtanulni az alapját. Az aszinkron modell az se annyira nehéz, mert vannak könnyű minták, amelyeken keresztül ezt lehet sajátítani. A dinamikus típusok viszont rengetegszer félrevezethetnek. Ennek a megoldása az, hogy korlátozzuk magunkat. Triple egyenlőségjelet használunk, hogy típusokat is összehasonlítjuk, és amikor csak tudunk, mindig explicit módon meghatározzuk a típusokat. Ez az egyik. A másik megoldás erre az egészre az, hogy TypeScript-et használunk, és ott meg kell kötnünk a típusokat, és az any típust soha nem használjuk, az unknown típust azt időnként használhatjuk, de előbb-utóbb annak is meg lesz a típusa. Szóval ez a JavaScript. Jávánál Java viszont van egy-két bonyodalom, ugye köztük említik az objektum is, meg hogy a típus biztonságot egy kicsit bonyolultabb kódot eredményez, és kezdőként a JavaScript könnyebb lehet, gyorsabban lehet eredményeket elérni, és hát ez egy kicsit olyan, mint a what you see is what you get HTML-ben, hogy amit látsz, azt kapod, és gyorsabban, gyorsabbak a visszacsatolási ciklusok ezért könnyebb JavaScript-ben elkezdeni tanulni. Jávának viszont vannak más felhasználási, felhasználási területei, mint JavaScriptnek. tehát ne, ez nem azt jelenti, hogy most vagy ezt tanulod, vagy azt tanulod, inkább azt jelenti, hogy mivel kezdesz Pythonnal, JavaScript-tel, Jávával, Java vagy valami mással. És én itt azt mondom, hogy lehet kezdeni Pythonnal, lehet javascript elvileg lehet Jávával is, de jobban meg fogsz izadni a kezdetekben, és könnyebben feladod, ha, nincs, nem vagy vezetve valamilyen szinten. Sokkal könnyebben fel fogod adni a jávát, mert fogod látni, hogy mennyi bonyodalom van benne. Na most itt, van, itt, volt ez a legutóbbi témánk, hogy az objektumorientált programozás az rossz -e, a Gorilla Banán probléma micsoda, meg Eric Elliot véleménye az osztály szintaxisról. És én arra gondoltam, hogy fogjuk ezt a kódot, és átültetjük jávába, mert meg is nyitottam, már az előző videóban is véletlenül ide kattintottam, hogy majd ez fog következni. jó hírem az, hogy javascript ugyanaz a komment, mint javascript -ben. Vagy já, nem, JavaScript ugyanaz a komment, mint jávában. Ez, ez, az egyik jó hír, van még más jó hír is, hogy hasonló a szintaxis, de sok minden meg más milyen. Tehát itt van egy Java program. Ahhoz, hogy tudj bármilyen Java programot írni, mindent osztályba írunk, és vannak ilyen úgynevezett access modifierek, azaz hozzáférés módosítók. A publikus az kívülről is elérhető, van a private, az ugye, az ugye a privát, hogy csak az adott osztályon belül elérhető, a protected az olyan, hogy amikor öröklünk, akkor a leszármazottban is elérhető, és van a negyedik P, amelyet nem írunk ki a package, hogy csak az adott csomagban. Ez például a, ez a, ebben a folderben egy package van, jó, SRC package tehát public private protected package. Itt pedig megvan a JavaScript kód. És itt van egy ilyen érdekesség, hogy ahhoz, hogy bármilyen Java kódot írj, van egy ilyen, hogy public static void main, stringek tömbje, argumentumok. Most ezt, ha nem tetszik, akkor ezt a tömbösítőt, ezt ide is írhatod az argumentumokhoz. Mind a kettő, jó. Ezt még a, tehát most én nem készültem fel arra, hogy Java kódot fogok írni, ezért is használok chatgpt t Kicsit irreális dolog, kicsit ilyen hóhia takasztják dolog, mert, mert én Java mikor írtam, hát legalábbis céges környezetben, valamikor 2000, 2007 vagy 2008-ban. Azóta én és a Jáva, hát nem voltunk különösebben köszönő viszonyban, ennek ellenére ez olyan, mint a biciklizés, nem fogod elfelejteni. Úgy teljesen. Egy kicsit igen, de egy teljesen nem. Nos, akkor. Látszik, hogy itt van egy ilyen, hogy konstruktor. És van egy ilyen, hogy shopping cart. Na most kezdjük ott az egészet, hogy a main csomagban nem fogjuk beleszerkeszteni a shopping kartot, mert az egy külön objektum lesz. Vagy nem, ez egy külön osztály lesz, és azt itt megpéldányosítjuk itt a mainben, és az lesz az objektumunk, a nem tudom kinek a kártya, meg a másiknak a kártya. Tehát ez, ez a rész, ez marad itt, de ez a rész, ez másik fájlba fog kerülni, mert minden osztály a saját fájljába kerül. Tehát fogjuk itt a jávát, jobb klikkelünk, és adunk egy új fájlt, shopping cart, Jól van, itt van a cart, Itt kommentben bemásoljuk, hogy mit kell majd írnunk, ez, ez így jól megy, mert JavaScriptben ezt ír, ezt tudjuk. És akkor nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Public class shopping cart és kapcsol záróján. Itt van az osztályunk. És itt a konstruktor helyett... Ez mit csinál? rá, itt valami kódot, nem is olyan rossz. Nem is olyan rossz. Add item, item name, quantity... Ez, ez, itt van valami egyszerűséges intelligenciás kavarás, mert ez egész jó kódot rakott ide, amit szeretnénk. De nem akarunk customer nevet. Mindegy, a a látványosság kedvéért inkább szenvedek egy kicsit beírom hogy public shopping cart és itt meg kell adni a user nevet na most itt mindig meg kell adni a típust is a string username és itt akkor megkapjuk a különböző típusokat az egyik a responsive Itt akár be is tudjuk másolni ezeket, leszámítva az items-et. Ezt itt majd még az items egy kicsit uh, szórakozni fogunk, mert ez nem helyes jávában. van. Ott majd valamit kavarnunk kell. De a private string username az jó. Tehát ez jó. És. Uh, a következőnél már probléma van, mert jávában a következő helyzet. Ez nem tömbösít, ez nem üres tömböt jelent. Amikor valamit meg szeretnénk adni tömbként, mondjuk azt, hogy van egy tömbünk, és az 1-2-5-ös érték van benne, mint az előző videóban, akkor azt kapcsoló kell tenni, és nem tömbösítve. És ez egy, egy tömb. egy olyan tömbérték, amelynek fix, ért, fix mennyiségű eleme van. Tehát azt nem tudod megtenni, hogy csak úgy szórakozol a tömbökkel, és új értéket adsz hozzájuk. Meg is tudom mutatni. Tehát ha beírjuk azt, hogy egészek tömbje számok egyenlő, és akkor mondjuk 1-től 10-ig, és a System Out Printelemben beírjuk azt mondjuk, hogy nums 9. ennek a számoknak a 9-es eleme az 10 fog kiírni. Tehát itt most megnyomjuk a run akkor itt jobb oldalt, ha nincs máshol hiba, akkor kiírja a 10 -et. így van. De ha kiindexelünk a tömbből, akkor nem undefined-ot kapunk, mint JavaScript-ben, nem, nem? Megkapjuk azt, hogy exception in thread main java array index out of bounds exception, index 11 vagy 11 out of bounds for length 10 at main main, és legalább a kódnak a számát adja. Na ez, ezt úgy hívják, hogy exception kivétel, van ilyen Pythonban, van ilyen JavaScriptben, nem gond. Na most az van ebben az egész kivételben, hogy ezek, ezt ugye kezelni kell try catch pont mint JavaScriptben is, csak nem tudunk kiindexelni a tömbből. De ha nem tudunk kiindexelni a tömbből, akkor nem tudunk hozzáadni új értéket a tömbhöz. Nem úgy néz ki, mint java hogy nums mm, akár 10, mert az sincs, hogy az egyenlő 11-jel, nem. Ha ezt megpróbálod, fel fog sülni. Pont úgy, mint én. Nézd meg. Így lehet legkönnyebben járva. felsülni, kiindexelünk a tömbből. Ugyanaz lesz a hiba, nincs itt semmi újdonság. Nem tudunk indexelni, Itt nincs olyan, hogy push. Tömbben nem pusholunk. Ennek fix a mérete, ez lesz a méret. Kész vége. Ez egy ennes gyakorlatilag. Na most... Hogyan lehet dinamikusan változó méretű tömböt létrehozni? erre van az Array List például. Tehát mm, nézzük meg, hogyan működik a Java Array List. -je. Szeretnénk egy uh, név string nem legyen username string vagy username nem product name string price int legyen csak name, name string és a price int típusú értékek gyűjteményére használni az ArrayList-et. És akkor nézzük meg, hogy mit mond erre. Biztos, hogy jó kódot fog generálni, mert ez egy egyszerű feladat, még magyarul is. A java.util.ArrayList-ben van benne, tehát ezt kell beimportálni, majd, majd még olvassuk, jó? Tehát import java.util.ArrayList. És akkor dinamikusan változó méretű tömb, tehát beimportáljuk amit kell, jól van. Tehát innentől kezdve, hogy beimportáltuk az ArrayList-et, akkor írhatjuk, hogy private array list. De itt még nincs vége, itt meg kell majd adni, hogy milyen array list. És items egyenlő new array list. De most, hogy itt mi van, ez egy másik kérdés. Mert hogyan fogjuk ezt az objektumot megírni? Hát ez a, ez a nem könnyű itt jávában, ugye? Mert erre létre kell hozni egy új osztályt. Tehát add file. És akkor itt van egy ilyen, hogy product.java. Mindjárt nem könnyebb. És akkor public class product. Nem nehéz ez, mert itt azt írja, hogy public product. És akkor itt van egy ilyen, hogy név, meg price. Jó kérdés, hogy a név az foglalt kulcs szó, szóval -e sok helyen az. És akkor ez a végeredmény. Úgy néz ki, hogy ezt foglalt mert kékkel kell Tehát írom azt, hogy product name, jó? És a uh, product price. Csak hogy uh, ne legyen ilyen gond, és akkor uh, nem tudom, segít még a mesterséges intelligencia, vagy hagy szenvedni. Product name, egyenlő product name. Pontos vesző, és this point Product price itt most segített. Köszönöm. Na jó, és akkor nyilván itt megadjuk a mezőket, mert azt is meg kell, hogy private, és uh, itt ugye a product name a string, a product price pedig most legyen egész szám most itt nem szenvedünk lebegő pontosokkal. Private string product name, és private string product price. És látod azért, amikor itt viccelődünk, hogy segít most a mesterséges intelligencia, vagy nem, ilyen könnyű programozni ma már. Tehát sok helyen legenerálja a helyes kódot. Na jó, tehát akkor itt van egy ilyen termékünk, és akkor itt vannak, ez a product price, ez viszont int, ezt alá is húzta ott pirossal. Látod? Most már nem húzza alá. Mert itt figyeli, hogy milyen típusok vannak. Én itt beszélek össze-vissza, és közben hibázom. Ilyenkor ez szokott történni, és akkor látod, hogy rossz a típus, alá is úszta pirossal. Na jó, ez, az, ez a jávának az előnye egyébként. Ez nem hátrány, ez előny. És akkor megyünk tovább. Az a másik probléma, amit most itt a mesterséges és intelligencia nekünk segített is legenerálni, hogy getterek kellenek, mert a privát mezőkhöz nem tudunk direkt behozzáférni. Ezért kell egy ilyen getter. Egyszerűs ad meg a price-ot is. Köszönöm. Ez nem hangvezérlés volt, mint a kitnél, hanem ez, ez csak... A mesterséges intelligencia. Ez egész jó itt a repoit.com-nál, ez egész jól működik. Mondanám, hogy meg se kell tanulnod programozni, de ez nem igaz. Tehát látszik, hogy én itt most nem azért hozom össze az egész jó Java programot, mert a, itt a mesterséges intelligencia vezet engem, és nem tudom, hogy mit kéne csinálni, mert a vezérlőelvek, az ötletek azok tőlem jönnek. És ezt a kérdést is valahogy fel kellett tenni a chat GPT-nek, most te ha nem, nem, érted az egészet, hogy hogy működik, akkor tudnád, hogy erről listet keresel? Nem, én tudom. Mert régen azt használtam. Lehet, hogy van jobb megoldás is ma már, mert nekem ez 2008-as tudás. És az, hogy, hogy ezt a típus szeretném, ezt én itt megadtam, típusú értékek gyűjteménye, mert van ilyen, hogy collection, ugye? Az erői és akkor létrehozza az erői lisztet, és itt van egy product. Hoppá, terméket ad. Mi is produktnak hívtuk. Lehet, de ha nem, akkor másnak hívtuk, és akkor azt, azt kell majd megadni. Mi produktnak hívtuk. Na milyen jó. Ugye termék vagy produkt, egyértelmű. És akkor ide produktot írunk. Product. Azt nem tudtam, hogy itt ki lehet hagyni a produktot mondtam, én nem vagyok olyan gyakorlott járás, de mindegy, a beírjuk biztos nem, nem, árt. Ártani csak nem árt. Tehát jó, akkor ezzel meg vagyunk. Nézzük a produkta hogy, generálta lesz. String name, int price. Eddig jó, eddig ugyanaz. Getterek és setterek. De minek kell neked setter? Én csak gettereket írtam. Teljesen fölösleges a, a setter. Jó, következő. A, adjunk hozzá, most ez nekem jó, hogy ezeket a termékeket adjuk hozzá a the Realist hez de ez nem így kell. Tehát ez, ez, már így nem jó. Hanem itt az történik, hogy ezzel az eddel kell majd műveletet végeznünk. Ha oda, oda, jutunk, de nekünk ezt az add item-et kellene megírnunk. Tehát a public void. Hát komoly. Ez nagyon komoly, a kommentből valószínűleg megtalálta, hogy mit kell neki csinálnia. Ez, ez tényleg nagyon komoly, és még át is nevezte a változókat. Jól van, akkor a Java fejlesztők már kevesebbet fognak szenvedni, mert nekem ezt régen be kellett pöttyögnöm, nem az történt, mint most. Tehát nézd meg, még meg is csinálja hogy product-product, egy new product, és ez jó. Tehát ez, ez olyan, olyan mintha... Tehát most mondhatnád, hogy milyen jó a meséges intelligencia, mert még csak ne, alig gondolom, és már azt csinálja, amit kell, de ez egy viszonylag egyszerű feladat ezt megoldani. És főleg a jávában van az, hogy ez olyan terjengős ez a jáva, hogy uh, itt uh, viszonylag egyértelmű, hogy mit írsz. De ha a jávának mondhatnánk egy 2024-es nagy előnyét, és ezt minden elfogultság nélkül nélkül mondom, azért, mert a jáva maga, nagyon kötött, mint nyelv, ezért könnyebb generálni a kódot. A hátránya, hogy amennyiben nem generálod a kódot, vért fogsz izzadni azzal, amire ezeket itt mind begépeled, és akkor még nem is beszéltünk a nagyvállalati jáváról. Na most, akkor itunes nézzük meg, most ennyire elégedettek vagyunk, ez így jó. Ugye itt van a típus, a, ez a product típusú, ugye ez egy másik osztály, itt van a változónév, új, termék, és itt a név, itt az ár ezeket megkapjuk a műveletből. És akkor items.add product. Jó. Na most jávás reflex, hogy this.items.add, igen. Működik, valószínű. Itt is. De úgy néz ki, hogy ez az items is működik. Ha nem, akkor majd az exception ide fog mutatni. Tehát, mint mondtam, én nagyon régen írtam ilyet. És akkor végül van ez a gettótól, amire gondoltam, hogy ez lesz a következő, és már le is generálja, nézd meg. Tehát Public Int gettótól, így könnyű, hogy megírom a jelvakódot és lefordítja, azt hittem, hogy nekem több dolgom lesz itt. De mindegy gettótól, a tótól az nulla, ez egy for-off ciklus. Tehát itt a típus kell megadni, és az off helyett kettős pontot írni. Ez a különbség a Java script for-off ciklusához képes. És mindegyik termékhez a totálnál hozzáadjuk a productnak a get product price-át. De ez igaz? Ez nem igaz? Ja, de igaz, mert get product price-ot írt. Jó, akkor igaz. Azt hittem, hogy get price volt a get mert én azt írnám, de az is generált volt, hát akkor egyfelé jár az agya. És akkor return total. Jó, ez jó. Tehát úgy néz ki, hogy most a szoftverfejlesztőből átmentem Code Reviewerbe, és ez egy viszonylag tűrhető fejlesztő most erre az egyszerű feladatra. Még egyszer mondom, nagyon sokszor elhangsúlyoztam. A kódgenerálás nem azt jelenti, hogy mindent meg fogsz tudni csinálni lesz egy kombinatorikus robbanás, ahol a komplexitás nő, a megoldandó feladat komplexitása nő, és ha nem bontod le ilyen egyszerű egységekre, hoz pedig már szoftverfejlesztési és szoftvertervezési képességek kellenek, ha ezt nem bontod le megfelelően, akkor a mesterséges intelligencia be fogja dobni a törölközőt között, és hibás dolgot fog generálni. De itt nem azon. Get total, return total, ez így nekem jó, tehát ezt most így megcsináltuk. És akkor, ha készen vagyunk a shopping karttal, most az, hogy a username-et aláhúzza ennek, az az oka, hogy nem használtuk sehol. De akkor most egy kicsit át fogom verni a gépet. Tehát public string get username. Úgyis használjuk valamire, nem? Tehát, ha leszeretném lesz kérdezni, akkor return username. És akkor itt most nem diszpont et írok, mint javascript hanem egyszerűen csak username-et. És nem húzta alá, tehát elvileg akkor biztos jó. Mert ezeket a mezőket el tudjuk érni diszpont nélkül is. Itt kell a diszpont a konstruktorban, mert itt ez a username, ez eltakarja ezt a username-et. Ezért kell a diszpont. Tehát innen gondolom, hogy a diszpont megfelelő is jó, és én azt szoktam inkább használni, de most, azt, hogy a jávában van egy ilyen kis kényelem, extra kényelem, nem baj. Aztán, ha utána nézek, akkor... Um, kérdezzük meg, jó? Tehát kérdezzük meg. Return price. Itt miért nem price a hivatkozás? nem könnyű összekeverni a belső változókat a, a osztály tulajdonságokkal. Ugye a osztály tulajdonság, hát nem az, a, ezt úgy hívják inkább, hogy osztály, nem, ott nem osztály változó, mert a statikus lenne, de az osztályban lévő, Írjuk azt, hogy az osztály belső állapotával. Ez, ez, ez helyes kifejezés. Na, Aj, ne, ne szórakozz már. Something went wrong. Uh, ez jáva nem C-sharp. Na, élsz még? Igen, most hibázott, mert... Nem, él, csak kétszer írtam return price kifejezés nem használja a discount price formátumot, mert nincs szükségre rá. Azt mondja, hogy a diszkulcsot használjuk. Használta akkor szükséges. Nem azt mondja, hogy, lesz, hogy mikor szükséges, hanem hogy mikor jobb. Nincs szükségre, rá, azt értem. Ezt is írhatjuk, hogy discount price. Nyilván itt félrevezettem egy kicsit a ZI, tehát itt most a vakvezet világtalan, én voltam a vakav a ChatGPT a világtalan, jó? Itt annyi történt, hogy itt a, ennél, az, ennél a kérdésnél úgy érvelek, hogy nem keverjük össze ezt a price-ot egy másik price-szal, és közben nincs semmi paraméter, és máshonnan meg nem érünk el változót. Tehát akkor még szép, hogy nem tudjuk összekeverni. Akkor tudnánk összekeverni, ha lenne egy belső price, akkor vissza kéne a külső price-ra hivatkozni, mert a belső price eltakarja a külső price-t de ez így nem fog megtörténni, és ezért teljesen fölösleges. Akkor tudjuk, hogy honnan jön a price, csak egy helyről jöhet, nem lesz ambiguous, mint ahogy ezt az angolok mondják. Nem lesz több értelmű. Na, akkor menjünk vissza a product.java-ra, nem, a main.java-ra, és kezdjünk el dolgokat létrehozni. Itt van ez a két sor, ez szinte teljes egészében, át tudjuk másolni, csak... A itt azt írjuk, hogy shopping cart. És itt is azt írjuk, mert ugye itt nem lett van, hanem a típus kell megadni. És akkor itt a kettes idézőjában írom az Alfredet. És kettes idézőjában írom a Mariát. Hamar be fogom fejezni, mert telik be a merevlemezem az előtt pont az szakadt meg a felvétel. És akkor utána már csak az van, hogy mariascart.add, és itt megadjuk a tej és kettőt, és uh, utána pedig a system out printelen, ugye ez a konzolog, itt nyelven, mariascart.gettótól. És ugyanez van az Alfred's cardnak a gettótoljára is. Jó, itt csak annyit írok, hogy Alfred's, most versenyzek, hogy ne teljen be újra a Fresh Scarton Sok videót vettem ma fel. Run. És mi van itt? A cannot find symbol Marius Igen, akkor itt az van, hogy nem ed van, hanem a, a, amit itt írunk, írtunk, add item, ezt add, add itemnek hívják, igen. Összekevertem a kettőt, akkor visszamegyünk, add item jó, hogy figyelmeztetett rá, én meg figyelmen kívül hagytam. nézzük, most futtatja a programot, Kéri a kettőt, kéri a nullát, objektumorientált program működik, és így kell Java programot írni, három fájlban sikerült. Ez nem egy teljes Java tanfolyam, de látszik, hogy a ChatGPT segített egy kicsit megírni, meg ennek a belső mesterséges intelligencia generátorra segített megírni. Írd meg a kommentben, hogy szerinted ez a, ezt a jobb használni, vagy a másik megoldást, a Jávát. Itt ez a shoppingkartunk, ez volt a kód, és ez pedig maga a használat. Melyik egyszerűbb, ez vagy ez? Aztán melyik a jobb, a JavaScript vagy a Java objektumorientált programok írására? Írd meg a kommentben, és amennyiben ezt ilyen vagy hasonló témákban konzultálni szeretnél, hamarosan meg fogjuk nyitni a klubunkat is. Most még zárva van, majd. Itt látni fogod, hogy milyen dolog akár mesterséges intelligenciával is kódot írni.